Rendben van. Ne bazd már meg a kurva életbe, már megint már az anyja. Úristen itt, hogy már megint csörög. Viszont ez hűvezem. Szervusz, Vona Gábor vagyok. Változnak az idők. Változik a kedv és a hangulat. Hát én egy dologra várok csak. Amikor én és további 23 magánál lévő óriás összegyűl. Leülünk a jövő készüléke elé, bedugjuk a telefonhálózatot, és virtuálisan vesszük a kanyar. Ha már Takibá nincs velünk, reméljük drukkol, hogy a végén a világot fekete-fehérbe lássuk. Ezzel szeretnék megemlékezni a szomszédok mai napon elhunyt alkotójával. Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, sziasztok, én Danuka vagyok, és itt van velem Jackass is. Sziasztok, ki hunyt el pontosan? A szomszédoknak az alkotója, aki készítette magát a sorozatot, így van, a magyar sorozatot, és egy kicsit ilyen szomszédokos beütéssel kívántam így emléket állítani. Hát persze, hogy belapapasztam. Hány éves volt? Passz, én csak egy ilyen rövid hírt olvastam ezzel kapcsolatban, annyi és semmi több. Ja, értem. Na! Hát akkor át is adom neked a mikrofont, hiszem az utóbbi idők során te alkottad a többet így a Sztárligával kapcsolatban. Hát igen, harmadik futam a Mini Cooper Challenge-ből, ami azt jelenti, hogy Spanyolország és Brazília után visszajövünk Európába, de maradunk a latin ajkúaknál, Portugália, igen, és ugye hát Brazíliában is portugálul beszélnek, tehát maradunk a portugál nyelvnél, most Portugáliában leszünk, Fafé városában, Emília nevű... Fafé, igen. Legalább is megpróbálom az ottani nyelvet kiejteni megfelelően, igen. És a Emília nevű versenypályán igen, fogunk versenyt. Igen, csajszint dugunk meg. Körbe-körbe. Azaz. Ez egy parkban létrehozott ilyen idéglenes, hát mondhatjuk azt, hogy utcai pálya, amin Dani szerintem elsőnek fog majd versenyezni, hiszen nem ismeri. A pályát sem ismerem, mert életemben nem így van, így róla. Van. Közben a nézők láthatják ebben a felállásban a ponttáblázatunkat, arra figyelemmel, hogy ugye most már jó ideje ígérgettük a kedves nézőknek, persze most eltüntettem egy pillanatra. Igen, és beszéljünk is kicsit a ponttáblázatról. Amit a padödő vezet, igen, a konstruktőrök versenyében. A tekintetében, igen. 45 ponttal, illetve Lang Györgyi 37 ponttal vezeti ezt a bajnokságot. Egyelőre jól állnak, bár Falusi Mariannak még csak 8 pontja van, de a csapat az látszik, hogy elég erős. Igen. Igen. Mind a kettő futamon pontot szereztek, sőt az első futamon dupláztak is. Hát már kiderült, hogy a mostani versenyen a súly az mennyire lesz előny. Így van. Aztán, ha jól számoltam, a következő csapat a Quiz Tudor Racing, 28 pont. Nem, bocsánat, GSC Team, 39 ponttal. Azon belül is Daninak van 25 pontja, tehát egy győzelme, hiszen az első futamon nullázott, a másodikat megnyerte Brazíliába.
az egy elég jó kis szoros verseny volt Rózsa Gyurékkal. Szóval Dani megnyerte a másik futamot, Tóth Peti pedig 4 és 10 pontot szerzett ezen a két futamon, tehát 14 pontja van. Így 39 ponttal egyelőre ott vannak, mondhatjuk azt, hogy szorosan a padödő mögött. Majd jön a Quiz Tudor, akinek 28 pontja van. Rózsa Gyuri ebből 28 pontot szerzett, 10 és 18 pontos felállásban, tehát hogyha a futamokra vetítjük. Míg meglepetésre Vágó Pityu nullázott mind a két futamon. De elég jó kezdett pedig, tehát a futam versenyek elején nagyon jól tette a dolgát. Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy időmérőkül jól teljesített Vágó Isan, illetve a gyakorló futamon is jól teljesített. Egyelőre nem jött ki viszont a lépés a két versenyen, hát majd meglátjuk, hogy most ez a portugál pálya mennyire fog feküdni. Egyelőre meglepetés, ő az, akinek nulla pontja van. És ha már fektetés vagy fekvő állapot, egyelőre a két dekoratív csajszi maximum 2 ponttal van, mind csapat, mind ember tekintetében. Mondjuk az nem teljesen, mert még van egy csajszi mögöttük, aki 4 pontot szerzett. De igen, tehát a seg, vagy illetve mindig rám szólsz, hogy mesek holozak, Sikhol Team, az 2 ponttal áll, tehát utolsó előttiek a konstruktőri bajnokságban. Anetkének... Ja, igen, mert Zsuzsáik is, tehát Forbolyának igen, is. Igen, mindjárt rájuk is kitérünk. Anetkának 0 pontja van, tehát lehet, hogy ez nem az ő versenye, vagy bajnoksága. Csicsolinának pedig 2 pontja van. Igen, mondjuk hozzáteszem elnézést a művésznőtől, elértem a nevét, majd a következő adásra kijavítom. Sőt, ki is javítom most. Aha. Egyébként Csicsolina jól teljesített az első futamon, emlékszek, hogy nagyon sokáig a dobogóért is harcolt volna, aztán az utolsó kanyarban összetört az autóját, tehát jól teljesített, ezzel nincs baj, csak nem jött ki jó a futam. Viszont a Ford Boyardnak 1 pontja van, tehát szégyen szemre jelenleg ők állnak az utolsó helyen. Azt mondanám, hogy Debcsák Zsuzsa valamennyit alakított így az előző fordulóban, de Andrással még eddig az első két alkalommal gyakorlatilag semmit nem láttunk, nem vagyok megelégedve vele, hogy így fogalmazzam. Bár hozzáteszem, Vizi András például a előző futamon is nagyon hátulról, tehát az időmérő edzés nem jött ki jól, és nagyon hátulról kellett neki vágni, aztán feljött, aztán valamiért visszaesett. Demcsák Zsuzsa szintén feljött, és nagyon sokáig ott volt, emlékszel, a harmadik helyen Rózsa Gyurival nagyon csatáztak, és még a győzelem is mellett van, aztán történt valami, valószínű ütközhetett Gyurival is, visszaesett, de 1 pontot érő 10. helyen behozta az autót, és 1 ponttal állnak. Közben mi pedig bekapcsoljuk magunkat a játékba. Így van, még Daninak betölt, addig azért még elmondom itt a VB-nek még a többi helyezettjét, hogy ne hagyjuk ki Palájékat se, ne panaszkodjanak, hogy nem reklámozzuk őket. Itt a nézők nem láthatják, de azért elmondom az állásokat. Szóval a Clubston Brothers, Palai és Mira 6 ponttal áll. Na, ügyesen kiléptem az R-faktorból. Nagyon jó. Szép volt, Dani. Mirának 0 pontja van, egyelőre nagyon nem jött ki a lépés, és nem is emlékszem, hogy nagyon Mira jól teljesített volna, még Pala. Annyira nem láttuk őt, egy-kétszer előjött időmérő edzés STB kapcsán, amikor így mutattuk igen. Előtt, de annyi. Pala pedig nem ment jó az időmérőken, emlékszem, sokszor utolsó helyről rajtolt, vagy ott a végéről, 20. helyről, és 6 pontot szerzett az első futamon, nullát a másodikon. Na. Még kitérek gyorsan magunkra, a GP2 témre, hát én szereztem 12 pontot az első futamon, a második futamon jó helyről rajtoltam, aztán a negyedik helyről, aztán visszaestem, hogy nulláztam, Lőrinc Gábor pedig 0 pontot szerzett mind a kettő futamon. A többiek egyelőre még nem nagyon érdemes most itt végigmondani a VB-t, szerintem az első 3-4 futam után lesz. Igen, az első 3-4 futam után lesz majd érdekes, ott meg kialakulnak az erőviszonyok, vagy már a mai futam után is, egyelőre így állunk, hogyha nézzük a pályát. És akkor én azt mondom, mivel gyakorlatilag percek, sőt másodperces tipp ismerettségem sincs ezzel a pályával, hogy tartunk egy kis szabad edzést, amelynek során így egy kicsit így megismerkedem, feltérképezem a pályát, és akkor úgy fogjuk utána belevágni magunkat a futamra, illetve az időmérőbe. Így van. Ez egy 3600 hosszú, illetve 3600 méter hosszú versenypálya. Valódi pálya, mert azért Portugáliában alig hinném, hogy főleg ez nem egy főváros, meg ilyesmi, alig hiszem el, hogy ennyire fel vannak építve. Tehát ez egy utcai
de alig ha hiszem, hogy ennyire torony épületek, tehát ennyire hongkongi hangulat van, hogy így fogalmazzam, vagy japán hangulat van, tokiói, hogy ilyen... Ja, hogy felhőkarcolók vannak? Igen, igen. Hát lehet, hogy kicsit a felhőkarcolókat eltúlozták a játék készítése során. Mindenesetre jól néz ki ez a park, ahol van. Látszott, hogy az első kanyar egy ilyen sikán volt, aztán volt egy ilyen lassító, illetve majd itt megint egy lassító, itt lehet talán majd előzni. Aztán majd jön a szűkebb része a pályának, ahol a betonfalakkal kell majd vigyázni, és itt ott lesz egy gyors rész, egy ilyen sikánszerű, ahol el kell majd vened a gáz szerintem. Illetve majd itt is, ahol most mész. Viszont hiszen... kicsit ilyen tippes dobos kategóriája maga a pálya. Igen, egy kicsit, igen. És előjelt az a probléma, mint múltkor, úgyhogy majd vigyázni kell a gyors kanyarokba, hogy nagy túl meleg egy gyerekgumi. Például itt is olyan méz. Igen, ez egy sikán, egy kicsit erősebbre számítottam ezt a bal kanyart. Ez gyorsabb, tehát jóval gyorsabban át lehet menni. Igen, csak, igen, csak ugye... ezek, el kell majd venni a gázt, tehát óvatosan, pici korrigálással, mert ugyanúgy lehet, mint Brazíliában, hogy kitör az autó, és egyszerűen neki csúszol a falnak. Ezek az első köreim, ezek igen. A pályán, tehát... Nézzük, azért mondjuk el, hogy Dani még nem ment ezen a pályán. Igen, még a nevéről sem hallottam, mert valami őszintén, viszont egyelőre abszolút egy utcai kategóriába sorolom ezt a pályát, és remélhetőleg nem egy roncsrejmiféle verseny lesz, látom itt van a Box utca bejárata. Leteszteltem és nem volt gond. Haiknak is bejött. És előzni is lehet, mert elég széles a pálya. Egy jó futamnak néz ki. Aztán majd meglátjuk. 1.53 és 1.57 közötti kört kéne menned. Azt mondom, akkor esélyed lehet a pole pozícióra. És itt az első kanyarban érdemes majd mindig hamar fékezni már a féktáv előtt jóval, mert túl lehet csúszni. Elég nehéz az a sikán. Köszönjük nagyon nagy tisztelettel a kedves nézőket, nem tudom hányan néznek bennünket, vagy kik néznek bennünket. Előbb hármat láttam. Igen, az a rekord, úgy előre. Picit lehetett volna élménydúsabb ez a pálya, pályakészítők szempontjából mondom ezt. Szerintem nem rossz pálya ez. Nem rossz. Nem azt mondtam, hogy nem akarok rajta menni, vagy ilyesmi, vagy udorító, meg ilyesmi. Nem azt mondtam, hogy talán egy kicsit többet ki lehetett volna ebből hozni. Nekem ami tetszik benne, hogy végre nem ezek a derékszögű utcai pályára hasonlító emlékeztető kanyarok vannak. Tehát nem az a jellemző, hanem egy kicsit dimbes, dombos, gyorsabb kanyarok, parkos pálya, kicsit olyan, mint egy Fundidora park talán, amihez lehetne hasonlítani egy picit, vagy Melbourne. Jut eszembe, vissza kell mennünk a maiknak a beállítását, ezt elfelejtettük, hiszen 70-esen vannak, ami marha lassú. Majd megnézzük, mert most már szabad edzése mennyi egy kört legalább, vagy egy-kettőt, aztán időmérőn már úgy kezdjük, hogy felveszik 8-3-t. Kicsit megismert a pályát. Szerintem itt meg is van ez az egy kör, és innentől kezdve szerintem mehet még az itt a első kanyar előtt itt megnézzük. Nézd meg, itt időbe fékez. 150-nél fékezem, az jó lesz. Egy kicsit a sötét féktáptól egy kicsit hamarabb kell fékezni. Így a 150 után egy picit szerintem. Még ez jó. Akkor jó, felveszük 80-ra az aikat, és akkor... Na, akkor azt mondja, versenybeállítások. Igen, csak szerintem most már nem tudjuk, mivel hogy benne vagyunk a versenyben. Igen, igen, vissza ki kell lépni a főmenü. Úgyhogy akkor pálya elhagyás, azt mondja, hogy verseny hétvége, Emilia verseny részletek el, nem? Bocs, beállítások. Igen, igen, igen. Szabályok, körszám. Körszám, mivel ez? 2 perc környéke, én azt mondom, hogy 15 tűnik a nagyon reálisnak. Legyen 16. Jó, akkor 17 is megbeszéltük. Jó. És akkor az AI erőssége egy, mit tudom, 81, 80, legyen 81%. 81, oké.
és azt hiszem ennyit kell beállítanunk így most ebben a lépésben. És akkor egyből időmérő edzés. Amit el kell mondanom a kedves nézőknek, hogy most... Jaj, bocs, egyrészt a mikrofonom az lent volt, vagy fönt volt. Másrészt pedig, amit el kell mondanom a kedves nézőknek, az az, hogy most kipróbáljuk azt, hogy hogy fog működni az időmérő edzésnek a RFM, illetve az egésznek az RFM fájja. Behelyeztük a pályát, utána kitöröltem az RFM-et, és visszaraktam, tehát elviekben. 12 kör az időmérő, az már, hát... Nem az igazi. Nem az igazi. Igen. Aztán lehet, nem lehet beállítva, nem mindig nézzük a... Mennyi az időmérő? Az itt a nagy kérdés. Hát 12 kör az akkor, lehet, hogy az eredeti RFM-et nyomja föl, és akkor 1 óra. Na? Mindjárt kiderül. Ja. 1 óra. Ha, 20-nál leütjük. Rendben. Bocskor. Jó, kezdődött. Gigi és Homonyik is ott van. Igen. Mielőtt megsértődne a mi itteni Sandrunk, vagy Sándorunk. Próbáltam egy kicsit idegenebb változatos nevet mondani. Sajnos továbbra is nem tudjuk megoldani az ő nevénél a problémát, hogy... hogy... S-A. Tehát úgy van ott, igen. Megfelelő legyen. Jó, nem, szerintem van az a legkevesebb. Igen. Csak azért mondom ezt, hogy nehogy megsértődjön, hogyha mondjuk csak ezt a futamot látja. Egyébként nagyon sokan megkérdezhetik, ugye múltkor említettük azt, hogy merre fele lehetünk, meg ilyesmi. Beszélhetünk arról, hogy végül is Portugália, és miért nem akkor az ismertebb portugál pályák, teszem én azt Estoril. Hát igazából próbáltuk is. Aik szempontjából túl, lehet, hogy túl nehéz lett volna. De nem hiszem, hogy magyarázattal kéne szolgálnunk a nézőknek. Portugál nagydíjat megkapták, illetve még azért lesz jó pár verseny. Lesznek így jó, van, tehát izgalmas versenyek, még a negyedénél sem tartunk. Igen, ráadásul igen, pont igen. Azt a naptárt, amit így adtam a Jackass-nek és a nézők is láthatták, 12 futamos versenyre számíthat, azért azt nem tudom, hogy be tudjuk-e tartani. Igen. Hát majd kiderül, hogy mennyire élvezzük a versenyt. Igen, 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 meglátjuk, hogy esetleg hamarabb lefújjuk, hogy marad ez. Egyelőre az biztos, hogy ebbe a szériába kevesebb a baleset, mint a előző Formula 1-es Sztárligába. Azért az utcai pályákat ne feled. Jó, de... Roncs derbi. Volt, igen. Itt nem hiszem, hogy nagyon lenne. Hát én itt is azt gondolom, hogy ez az utcai, de inkább a... Inkább neked már kicsit maradott, hogy ne tartsanak vele, most már mindegy. Próbáld őket valahogy megelőzgetni. Jaj! Hát inkább... Elrontja a köröd. Igen, vagy én rontom el az övékét. Ez nem volt olyan rossz. A horka miatt sokat vesztettél ott. És elment Gigi is. Elengedtem. Elengedtem, ja. Ezt dobtam. Jó, most már azért mennyi? Hát, hogyha nem lesz olyan rossz kör. Időmérőkön általában nagyon jól mész az a tavalyihoz képest, vagy legalábbis ezekkel az autókkal jóval hamarabb megszokod a pályákat. Az mondjak egy meglepetést? Igen? Szerintem nem biztos, hogy most a beállításokkal kell most játszogatnunk. De tényleg a beállításokkal nem is állítottunk semmit. Szerintem most nem kell játszogatnunk. Direkt azért választottam ezt a pályát neked, mert elég jó tapad, tehát jó lehet kétávot venni. Tehát szerintem itt most nem kell a beállításokkal könnyítenünk a dolgunkat, hanem akár... Akár mondhatom azt is, felrakni, hogy... Érdemes lesz felrakni azért, mert ide meg kell tapadás. Tehát látod, elég kanyargós pálya, nem sok egyenes, csak a cél egyenes igazából. Úgyhogy végül is kell rá. Még akár azt is mondanám, hogy akár bátran mondhatunk egy-két... olyasmit, hogy a gyorsítás, ne pedig a tapadás. De igazából igen, de nem sokat.
állítottunk eddig, mert ezen az autón azért tegyük hozzá, meg mondjuk a nézőknek nem sok mindent lehet állítani igazából. A szárnyot lehet hátsó szárnyot picivel fentebb rakni, illetve a fékeket. Gigi adott egy kis szélárnyékot, illetve próbáltad megelőzni, legyorsulni. Még egy jó kör lehet, hogyha utolsó ez most... Picit nehogy már, hogy megint megelőzzem őket komolyan. Egy rontott körrel megelőzni. Nem, jó menti. Hát milyen rontott kör? Nem volt az olyan rossz rontott kör. Az utolsó szektorban jól menti. Sőt, jobban menti, mint a... De az elsőt azt totál elrontottam. Hát jó, de jobban menti, mint az első. Azért, 1-7. azért, közben itt látom, hogy azért veszik el tőlem. Szoros volt. Vagy nem veszik el tőlem? Az első pozíciót? Hát, egyébként nagyon szoros, ott van, fél másodpercen belül vannak. Megint akárcsak Brazíliába. Emlékszel, ott is nagyon szoros volt, majdnem mindenki egy másodpercen belül volt. Most Lőrinc van legközelebb, most én vagyok legközelebb hozzád. Na, a GP2 csapat jó lenne ott lenni. Szerintem csak ezt még egy kicsit följebb tesszük az ait. De ahogy tesszük. De, nem viccelek. De futamon meg összetöröd, meg hibázol. Az rajtam múlik hiba. Hát itt följebb kell rakni. Két kört mentél, hát várd már, írő-mérő mindig jól mész, ezt mondtam. Időmérő még... Majd mindjárt megnézzük a futam, illetve a köröm végét, megnézem mennyivel verre menem. És nem hibáztak, most nem csúszkálnak ki az aik, jó mennek pontosan, hiba nélkül. Igen, csak azért kicsit lehetnének okosabbak. Okosak, csak biztosan mennek. Te ugye látod, hogy amikor szinte súrlod a falat, meg elfékezed, ők inkább arra mennek, hogy hiba nélkül. Nem fogod megvédeni, 90-esre fölveszem. Az meg nagyon sok. A 85-re, vagy nem tudom. Így a minimum a 85. Hát akkor tegyük 85-re, nekem mindegy. Csak már most oda csaptad az autót, tehát így meg 5 kör után ki fogsz esni. Lehet, hogy boxba kell menned, akkor meg megint ott vagy, hogy visszaesel még így. Mert ők nem hiszem, hogy hibáznak vagyok. Kérném szépen, 4 másodpercet velek a mezőnyre. Úgyhogy ez nincs rendjém. Az időben jó, de hát ha hibázol. Már sérült az első kereket. Úgyhogy, azt hajír, számolt, emelés. Hogy lehet, hogy azt is számolt, hogy lehet, hogy boxba kell majd jönnöd. Úgyhogy akkor a hajír, emelés. Hát próbáld meg itt is szerintem fel tudod venni versenybeállításokban. Most kilépsz, akkor oda az időmérő eredmény. És? Jól látom az időmérő. Harmadik voltam. Jó, bocs. De nem verlek le titeket agyon. Jó, egyből ott vagyunk az időmérőn, és akkor innentől kezdve azért ránézek, hogy meg tudjuk-e, be tudjuk-e állítani. Nem lehetett volna beállítani. Úgyhogy mindenképpen eldobtuk volna. Szerintem 2 kört futunk, és befejezzük az időmérőt, jó? Oké. És ez szigorúan 2 kör. Még mindig így játszom a gondolattal igazából, hogy ez a pálya, ez valódi, vagy pedig... Egy GRC-nek elkészített verzió. Szia, Robi! Halló! Mi újság veled, Robikám? Megelőztem a Jackest kérdésével. Szia, Nemecska az atya. Azt hiszem Pityú az. Hogy igen, István. Nemcsik. Mint hogyha úgy emlékezni. Volt az előbb, most 4. Igen, visszaugrottunk 3-ra. Állam most 4. Akkor rekord. Mai napi. Én azt vélem, hogyha kell használnunk a beállítást,
akkor az már egy jel, hogy azért már kezdenek erősödni az aik. Anetka előtted? Igen, de most le fog egy kicsit esni rólam. Kicsit maradj le ugye, hogy... Igen, nem így akartam, hogy lemaradjak, de sikerült. Azért mondtam, ebben a kanyarban majd vigyázni kell a futamon. Picit elcsúszott. Szerintem elbíztad magad, Dani, ez a 90-es erőssége szarán fognak verni. 5 másodperc, ne haragudj már, Jackass. Hát az előbb, de egy jó pört összeraktál. Hiba nélkül. De látod, hogy 3 kört nem tudsz megtenni, hogy ne legyen hiba. Ha hiba benne, hogy ne legyen megcsúszás. Nem, most már szerintem viszont a beállítással játszanunk kell. Hát de most már nézzük az időmérős kört majd. Egy fővakarós. Az első konyában majd időbe fékez. Igen, 150 után egy nagyon aprócskával én azt gondoltam ki. Csak nehogy a Wikidál belém vágjon. De, belém vág. Rohadék. Adi, ne vedd el a gáz miatt. Picit lehet, hogy sikerült túlzottan. Anett Károly jobban le kellett volna egy picit maradni, ez lehet, hogy majd ott feltart. A végén a pályának, vagy nem tudom. Új, kicsit keresztbe csúsztál az előtt. Igen, de szerintem még ez a menthető állapot volt. Elég sokan a pályán vannak. Igen. Ami jó jel. Hát már csak azért is, mert ugye ne felejtjük el, 2 kört megyünk és lefújjuk az időmérőt, mert 1 órát nem várunk. Persze. Majd ott a gyors sikár résznél kicsit óvatosan. Picit azért hagyok a sebin. Hát jó. Kicsit nekem az az érzésem, hogy ennél a sikános kanyarnál tulajdonképpen át lehet szánkázni. Kis, hát, nagyobb sebességelvételnél. Át lehet, azt mondom, az gyors sikán, csak nagyon könnyen megcsúszhatsz, minél többet kockáztatsz. Látszik azt, hogy minél többet próbálsz mozdítani a kormányon, a gyors részeken, ott annál jobban megcsúszol, mint az előbb is például. Igen. Tehát vagy elveszed egy kicsit a gáz, vagy nagyon aprót kormányzol, vagy kockázt, nem észre sem megéri kockáztatni. Egyébként arra, hogyha túl erősek lesznek most a komputerek, hát nem akarom azt, hogy csak, mint a Forma 1-nél, hogy csak első hely, vagy csak utolsó, vagy kiesés. Ott volt, mikor beértél pontszerző helyen, vagy pontszerző helyen kívül, 14. helyen is beértél. Itt eddig még vagy nyertél, vagy kiestél. Az most nagyon jó kör lehet, még jobban mész, mint simán, jobb kört mentél. Nagyon durva kört mentél. És még beállítás nincs. Egy 53. Jóval durvább kört mentél, mint amott. Jackass a második, szerintem már nem is kell menned kört, elég jó, de... Még azért ezt lefutom. Kis tapasztalat a pályával kapcsolatban, nem? Meg 2 azért adjunk neki kis időt, hogy végig menjenek. Nem, ma végig megy. Hát egy magadhoz képest picit lassabb vagy. Megint egy kicsit keresztbe csúsztál, mint Bonnár Krisztián is alatt kevalőtt. Mintha itt, amikor megyünk fölfele, ott érzek egy kis... nem is tudom már minek hívják, a kanyarnak egy dőlésszögét, amit ki lehetne használni, tehát... Van egy pici. Hol lehet majd előzni szerinted? Hát... Első szektor, nem? Szerintem elég sok előzési lehetőség van itt a pályán, azt gondolom. Úgyhogy izgalmas egy verseny lesz mindenképpen. Megint itt érzem azért valamilyen szinten az alázást. Ó, így nem, hogyha neki megyek. Igen, itt azt gondolom, hogy azt fogom megtanulni, hogy vagy alázom a mezőnyt, tűnjes innen a kezemről légy. Vagy pedig balesetet szenvedek. Tehát itt meg kell tanulni azt, hogy... Óvatosan, biztos. Így van, így van. Az a baj, ők inkább óvatosságra mentek, te meg nagyon nyomtad és el is találtad a falat.
És ez a kör nem is lett jó. Na, és akkor, hát nem javult túl sokat, pár tizedet jöttek előrébb az okossággal. Hát nem rossz ez, jó. Szoros, szoros, nagyon szoros. Azt mondja a beállítások, ő nem, hanem a garázs. És akkor én azt mondom, a futam az nagyjából ugye 16-7 körre lett beállítva, hogyha jók az emlékeim, úgyhogy 19 körösre teszem föl az üzemanyagot. Ugye 20 biztosan. Akkor 13 liter, de akkor 21. És én azt mondom, hogy a leszorító erők kategóriában én most a kettes helyre teszem. Tehát itt a tapadás irányába van azért még, de nem most, nem teljes egészében már abba az irányba teszem. Eddig 3-as volt az átlag. 5-ösre raktuk fel, most meg lejjebb rakod még az átlag alatt is. Nem? Hogy volt? Jó mondod, igen. Jó, teljesen elhúztuk. Igen, a totális tapadásnál volt. A gyorsítás sebesség kategóriában... Az viszont gyorsítani jó jön ezen a pályán, hogy gyorsítás... Tehát akkor egy picit mehet följebb. Akár. Egyensúly maradhat, rugózás szerintem maradhat középen. Még a féket kell a mechanikának. Beállítások, igen. Azt mondja, irányítás kormányzárnál 13, és a féknyomás benyomjuk 100-ra. Gondolkodtam, hogy egy picit kísérletezni, hogy 95 legyen a fék. De miért? Hogy elegendő-e annyi is. De miért? Legyen 100-as. Ja. Oké. Na nézzük, mindenki futott kört? Páran még nem. Majdnem még. Szerintem mehet. Ki a második? Bocsi. Long György, ott van az első között? Harmadik. Na, az egy jó kis csatorna. Hatodik szerintem vagy. Mehet. Szerintem nyomjuk. Megint nagyon szoros a mezőny. Na, akkor nézzük, hogy... nem fogom látni, és akkor nézzük a futamot, hogy sikerült. Jó. Tehát a rajtsorrend, most gondolom van egy kis időm még ezt átnézni. Dani nyert, Vikidá Gyula lett a második, Petko a harmadik, Vona Gábor negyedik, Rózsa Gyuri ötödik, Vágó István hat, Mira hét, Anetka nyolc, Radics kilenc, hol vagy, 18. helyre csúsztál vissza. Visszaestem. Az Abdú gyenge. Na, akkor 12 nézzük. Ugye szabályok szerint egy újraindítás lehetőség rendelkezésünkre áll, ha szükséges. Igen. Óvatosan. Minden további pontlevonás. Eredményez. Játszunk ezzel, jó? Rendben. Tehát minden további rajt, új rajt, mondjuk 3 pontlevonás. A 3. Egyelőre szépen eljöttetek, óvatosan. Vigidán megtartotta a második helyet, Dani egy kicsit ellógott, aztán jön mindenki dib a sorba. Nem esett ki senki, ahogy látom, nem volt tömegbaleset. Igen. Ami azt kell mondanom, hogy öröm. Részén. Igen. Ugye megint 25 perc, vagy pedig 17 kör a futamtáv. 20 perc volt, nem? Az első futamnál volt csak 20 perc, utána 25 öztünk folyamatosan. Beértem. Kicsit ilyen megszokásként volt az a 20 perc még szerintem. Kicsit keresnek rajtam, én azt gondolom. Óvatosan. Mit keresnek rajtuk? Itt vagy? Elvileg itt vagyunk, adásban is. Megszakítottam a közvetítést. Mi történt? Net? Szokásos. Szokásos. Na, és akkor elviekben most már mehetünk tovább. Kis technikai gond volt nézők, de folytatódik tovább. Azért nézd meg, légy szíves, hogy működik-e. Elmentünk egy kis reklámra.
UPC, mert aha, ez a legjobb. Telekom. Vagy Telekom. Akkor ez egy Telekom reklám volt. Nem biztos, hogy jó. Feléjük. Egy működiket kapok Pityutól, Istvántól, bocsánat. Jó, akkor megyünk. Petko a harmadik csapattársad, ott van egyelőre a első háromban, van a Gábor negyedik, Anetka ötödik, Viki Dál pedig a második. Jaj, ez egy kicsit sok lesz. De belefér, mert úgy látom eléggé messze. A mezőny. Ne törd össze. Az próbálkozom, hogy ne. Picit rámegyek a gumira, hogy nézzük meg, hogy hogy bírja így másfél kör után. Szóljatok rám megint, hogyha valami történik, vagy ilyesmi. Óvatosan itt a szűk részen. Ezt most valamiért megéreztem, hogy megszakadtunk. Mondjuk az adás is leállt, azért onnan vettem észre. Lehet, hogy kimaradt így egy pár szakasza a pályának, egy pár másodperc egyébként. Könnyen elképzelhető. Annyira nem öljük a gumit, de a bal első azért az egy kicsikét. Nem? Igen. Közben valaki bement a boxba, és egy, kettő pilótával kevesebben vagyunk, már az biztos. Mi történt? Valami történhetett, 24-es számú pilóta. Sőt, már a 23-as is már nincs. Igen, teljesen kipottyantak. Közben nézzünk egy vissza további állást. Mutatom a nézőknek a bal alsó sorok, jobb alsó sorok. Remélem, nem én estem ki. Mondjad addig, hogy hogy állunk. Akkor így látom, hogy hol tartunk így a... Aha. Ami biztos, hogy Mira megelőzte volna Gábort is. Mira már az ötödik helyen áll. Ugye próbálom frissíteni. Szóval 14-es vagy egyelőre. Hatodik Győzike, vona a hetedik, Anetka nyolcadik, Radics Gigi a kilencedik. Majd jön egy újabb lista. Rózsa Gyuri 10. Gyurcsány Feri 11. Molnár Krisztián 12. Lang György, aki egyelőre a VB élovas csak a 13. Majd jövök én, aki 14. Legalább pár helyet már feljöttem. Lőrinc Gábor viszont visszaesetett. Lehet, hogy ő vele történt valami? Nem tudom, Lőrinc tőkítelék, ők mindig balesetet csinál. Demcsák Zsuzsa 15. Bocsi 16, Homonyik Sándor 17, Vízi András 18, ne felejtsük el, neki sincs még pontja, és most se valami jó. Amilyen nézzük az utolsó részét. Valami történt hátul. 21-22 Bartos és Boros és Pala között. Igen, pont egymás mögött voltak a 21. Ki is hullottak. Összeütköztek. Az első kanyarban nagyon lelassultál az előbb. Igen, mert azt figyeltem, hogy aha, mi történt. Esnek itt ki azért a pilóták. Igen, azért nem... Lőrinc kihullott, mint ahogy Cicciolina is. Igen, hát egymásra talált Lőrinc és Cicciolina. Hát azért várjuk ki. A két művész. Boxba ment valamelyik őjük, azt tudjuk, a Lőrinc. Igen, jó, de most nem akarok pálcát törni a fejük felett, nem tudjuk, hogy mi történt pontosan. Igen, majd elküldöm most már, tényleg ígérem, hogy elküldöm az összes replayt. Viszont az biztos, hogy Lőrinc Gábor és Pala se fog már pontot szerezni, így továbbra is nulla pont. Bocsánat, Palának már volt pontja, Mirának nem volt pontja. Lőrinc Gábor nem fog viszont pontot szerezni továbbra se. Kicsit hasonlít a tavalyi idényhez neki, illetve a csapatnak is. Hú, majdnem a falba csúsztál te is, azért kicsit lebecsüljük ezt a pályát, mert elég egyszerűnek néz ki annak ellenére, hogy ugye ez egy utcai parkba található pálya. De eléggé pici csúszás is a falnak
csapódik az ember, vagy a sikába megcsúszik és keresztbe áll. Szóval óvatosan kell. Az első kettő Dani és Vikidál viszont elhozott a mezőnytől. Vikidál tartja egyelőre Danit, ott van mögötte. Ők egyelőre mennek. Szóval lehet, hogy Danik is egy kicsit óvatosabban kell menni, mert már az előbb is megcsúszkált. Lehet, hogy kicsit gumik kezdenek melegedni, de még nem annyira ráálltam. Vészes. Még nem annyira vészes. Az a baj, valamelyik hidegebb, valamelyik melegebb. Igen, a hátsók azok meg egyáltalán nem. Igen, igen. De nem olyan vészes még a helyzet. Főleg úgy, hogy az egyenesbe visszahűl 90-re. Szia, Laci! De ahogy befejezzük az egyenes, már megint melegszik. Ja, ez a fizika. Igen, mert ugye nem jó van az autó balansza valószínű beállítva. Szia, Laci! És ugye jobban van terhelve a bal oldala az autónak a jobbos lesz, kanyarok sok miatt. Sok lesz, sok lesz. A jobbos kanyarok miatt. Ez még bőven belefér. Igen. Ez a hármas kanyar az én látom, hogy nem mindig megy, ez egy elég nehéz féktáv és... Féktáv, igen. Szinte súroltad a falat, nagyon közel volt. Ez kerítés, nem fal. Hát jó kerítés, de... Maradjunk mondjam egy korlát, mindegy, a lényeg az, hogyha neki csúszunk, akkor is... Az autó megsérül és a kerék ki is törhet akár. Laci, kire tippelsz a versenyen, ki fogja megnyerni? Dani megnyerheti, vagy esetleg valamelyik másik pilóta? Bevallom őszintén, ez a pálya így a könnyen betanulható pályák közé tartozik, és nekem van egy olyan érzésem, hogy mindjárt el fogom unni. Miért unnád el? Egyelőre jól mész. Köszönöm. Köszönöm magamnak és mindenkinek. Viszont Vágó István a harmadik, van a Gábor negyedik. Ez már fal volt viszont. Csak hogy ne legyen unalmas. Azért mondom, az a baj, megint elbízod magad. Csak hogy ne legyen unalmas a versenyem. Mi direkt mentél neki? Aha. Hát annak még nincs értelme. Okos. Okos vagy, Laci. Így van. Győzik-e meglepő módon ott van az első ötbe. És Onetko is. Vannak elől. Rózsa Gyuri a hatodik, ő volt ugye a második az előző futamon. De nagyon távol vannak a mezőnyből, mezőny emberek. Igen, egyelőre jól mész. Picit most le kellett fékeznem, mert viszkedtem. Illetve vakaroztam. De hát ez belefér, nézd meg mekkora az előny. Viszont a másodikot kezdik utóérni. Vágó Pityú jön fölfele, mint a talajvíz. Kezd... Vagy hát, inkább még az... elzárkózott. Igen, zárkózik kicsit fel. Mik nem, elment a mezőnytől, inkább azt mondanám, hogy ő elment a mezőnytől. Ügyesen. Igen. A mezőny az egy kicsit elég lassú. Nem meri annyira. Hát ilyen balesetek miatt megijedtek az elején, hogy volt kettő is. Pala, Lőrinc, Gábor, Csicsolinak kiestek. És nem tudjuk, hogy ki volt a negyedik. És most járunk a hatodik körbe. Tehát nagyjából 10 perc eltelt. Igen, igen. Jó lenne pontot szerezni nekem is.
Nem tudom, hogy mire leszek képes, ezen a futamon mennyire tudok feljönni az első ötben, nem hiszem, hogy felérek. Nézzünk egy listát. Mira viszont pontszerző lehet. Gyurcsány a tizedik, ő az utolsó pontszerző előtte. Molnár Krisztián. Na, erről van szó. Mi? Hogy Molnár Krisztián? Nem. Nézem tovább a listát. Ja. Na, Petko 11, én meg 12. Lang Györgyi 13. Igen, ott arra mondtam, Petkóval, hogy erről van szó. És hogy Molnár Krisztián már csak a tizedik. Csapattársad is elkaphatja, még én is. Illetve Lang Györgyi, ugye a VB lovas is. Ugye ők nagyon együtt vannak, egyébként azt tegyük hozzá már, mint a mezőny. Igen, igen, ott nagyon szoros az a középmezőny. Nemcsák is ott van, Nemcsák Zsuzsa 14. helyen. Én inkább azt kérdezném a kedves nézőktől, van esély, hogy meglássuk a mezőnynek a popsiját? Hát bízok benne, hogy beviszed az abdót és nem esel ki. És pontszerző helyen, pontszerző helyen győzelmi esélyekkel. Hát így nem lesz vissza, nem lesz lehetőség nekik, illetve nekem, hogy utolérjem őket, hogyha nózi gondokkal küzdök. Kört jó lenne adni nekik, de azért az annyira nem, lesz, annyira nem lassúak. Az biztos, hogy nem lesz. Ezt valaki mesélje, hát ha van valakinek ismerős rokona, ezt az orr csöpögést, vagy micsodát, ez hogyan tudja megúszni még akkor is, hogyha mondjuk az adott illető nem annyira a megfázós kategóriában van, lásd én. Tampon? Akár. Ja, most versenyzőként kérdezed? Tehát mint így versenyzőhöz, hogy csinálja? Igen, közben megint van kiesünk. Nemcsák és Bocsi. Ajjaj. Ők pont ott voltak, ugye mondtuk is, hogy nagyon egyben vannak, Nemcsák mögött volt Bocskok. Hát... ezt két szóban összefoglalom. Bocsi, Demcsák. Kicsit ilyen szójáték gyanús. Igen. A kieső kárét láthatják a kedves nézők. Boros Lajos. A bumerángosok most sehol nem lesznek. Igen. Szóval nem tudom, hogy az viszont ő... láttam például Barrichellónak vagy Massának mindig be volt ragasztva az orra. Valami kisebb tapasztalatával, ilyen tüsszentés ellen lehetett az, hogy mi lehetett az a tapaszt, mint pilóta, ugye be volt ragasztva nekik. Valami ilyesmi lehet, miatt lehetett. Hoppá, volt egy boxunk. Lesz valaki, akit látni fogunk. Aha, valószínű valaki kiment. 18-as. Rózsa Gyuri. Rózsa Gyuri valószínű összetörhette az autóját. Én azt mondom, hogy amíg nem látom annak esélyét, hogy utolérjen engem a Gyula, addig én követem őt. Miért? Semmilyen előzés nem. Hát legyen valami érdekesség még a versenyben. Ja. Olyan vagy, mint Hamilton, még nyered a futamokat. Azért azt nem akarom. Lealázni nem akarom őket, már a Forma 1 is úgy alakult a végére. Ez még baj, ha jól mész. Ráadásul Valenciába kiestél. Már meg kellett szokni a kocsit egy kicsit. Azt gondolom. Lehet.
Következő pálya viszont valószínű Olaszországban lesz. Na. És lehet, hogy Mugello, vagy Mugello. Mugello. Na kejtik. Valószínű Mugello lesz. Na, az jó. Forza és Itália. És időpont? Mindenképpen jövő hét, tehát most úgy alakul, ugye ma szerda van, vagy kedd? Szerda. Szerda van. Holnap viszem a kis cicát az állatorvoshoz, megvizsgáljuk, hogy minden rendben van-e, meg ilyesmi. Gondolom holnap még azért ne. Péntek, szombat, vasárnap és hétfő munka. Kedden este pedig Trackmania közvetítés lesz. Ez már be van programozva, úgyhogy a legkorábbi időpont az a szerda, ami ugyanígy. Viszont felajánlottam Jackesnek, hogy szombat délelőtt 10 óra a munkanap ellenére. Aha. Vagy holnap este. Majd meglátjuk a holnapot. Mert igazából a tervek szerint holnap beindulhat a 37 táska. Uh-huh. Harmadik szezonja is, mert még mondjuk sehol sem állok vele, de már megvannak így az ötletek a fejemben. Nyilván próbaadással még, tehát nem a versenybe beleszámító körülmények között. És van egy nagyon-nagyon örült újdonságom, ami se nem itt Magyarországon, se nem, sehol sem a világban tudomásom szerint nem volt még ilyen. Úgyhogy izgatottam már, hogy ez mennyire fog megvalósulni ez a bizonyos dolog. Közben Vicky Dál kezdi nagyon utóérni. Bocsánat, hogy vágó kezdi nagyon utóérni Vicky Dált. Már csak olyan 4 másodpercre van. Hát, kb. 4,5. Előbb-utóbb majd... Hát vagy 4-3, 3,5. Előbb-utóbb elkaphatja. Mindjárt kezdjük a 11. kört. Ért 10-et. Hát a ilyen felvezető itt nem volt, bocsánat, igaz. Így akkor csak a 10. Igazod van, Laci, jól mondod. Igen, egy picivel ők is tovább, mint a 150, odáig tolják ki. Mira még a 6. továbbra is. Van a Gábor üldözi, aki 1 másodpercre van tőle. Hanetka pedig a 4. Na akkor nézzünk egy listát, jó? Rendben. Már 6-nál 10-nél tartok. Tehát Dani, Vicky Dál, Vágó, Anetka, Bona, Mira, Győzike a első hét, aztán jön Molnár Krisztián, Gyurcsány, Jackass a 10., tehát megy pontot érő 10. helyen vagyok. Valószínű Petko lesz majd a 11. Nem. Húha, Petko, hol vagy, hol vagy? Hol van Petko, nem is látom. Te boxba volt? Lang György is szerzett pont, Pala. Pala még versenyben van, akkor Pala nem esett ki, csak boxba volt valószínű. 17 a Petko. Aha. Bocs, 16 elnézést. Valakivel ütközött, Pala után ott van, igen. És Rózsa Demcsák, Bocskor, Boros, Lőrinc, ékestek ki. Hát azért vannak kiesők sajnos. Hát ez olyan sok, ennyi belefér. Meg kell is. Végre látunk kiesőket. Az előző futamon senki nem esett ki. Biztos. Igen. Lőrinc és Csicsolina, Falusi Mariana. Utolsó 3 egyébként, ők már 9 körrel ezelőtt kiestek, tehát az első elején. Azt majd vizsgáljuk meg szerintem. De most már tényleg elküldöm az összeset. Versenybíróság jó lenne.
Hú, remélem nem számoltuk el. Négy kör van, négy körre elég a... Igen, azt gondolkodtam egy kicsit, olyan fura volt, hogy mintha 15, tehát 15 litert vagy 12 litert jelzett arra a 16-17 kör. Nagyon necces lesz, Tony. Nem biztos, hogy ki fogja bírni az üzemanyag. Akkor viszont ki kell állni boxba. Tegyük meg most, hogy legyen egy kis izgalom. Még egy kicsit várjunk. Ennyi van még. A gumi az bírni fogja, az biztos. 2,5 perc. Tehát ez a kör, meg még talán a következő, hogyha játszunk. És szerintem játszunk egy picit. Mennyire van tőled? Mindjárt lapozok oda. ó. Akkor állíts be, hogy álljunk ki. Nem tudom, érdemesen megszereltetni, mert így fogják, hogy sokáig szerelik, nem? Az autót. Na várjál, hol van a pit stop? Ó! Anyádat, hogy nem nyomtad be a limitert. Meg ne büntessenek. De azért faszra lesz, hogy megbüntetnek. Mennyit ír? 26 a gumi. Sok. Sok. Nem baj, még a végére lesz valami. Hát ez nekünk nem biztos, hogy jó. Nem biztos, hogy eléget van az üzemanyag, nem tudom. Hú, nagyon szoros lesz, meg fog előzni, nem? Anyádat, hogy nem kapcsolja be a limiter magát! Kurva a minden itt már! Próbálj lassan. Boxát hagyta, sem biztos. Hú! Nincs bünti! Ja. Most kapcsolja be magát a limiter! Dögöljél meg! 96-nál van berakva a limiter. Holott eddig ugye mennyinél volt a limiter? Igen. Még ez visszahozható. Hát nyomjad akkor. De igazából nem igazából mindegy most az első vagy második hely. Ha, hogy nem mindegy, hát nyerni kell. Nem biztos, hogy annyit be tudok hozni. De... 42 másodperc, nagyon sok volt a sérülés szerintem. Mondani is akartam, hogy ezt nem csinálni. Nyomjad, nem csinált, kapni. Nem csinált. Ja, nem csinált nyomjad, semmit. A kerékcsere volt sok. Aha. Most jók a gumik. De igen, nem, kérdezi nem fogja. A kisgraf. Nem fogom utolérni. Nem, nyomjad, lejárt nyomjad, az idő. Elkaphatod még ott hátul, nyomjad. Nyomjad, Dani. Elkapod. Lenyomod. Furgázzal mindent. Azért még ezt a sikánt nem merem. Mégiscsak sérült egy picit a kocsi. Próbálj, nyomjad. Jaj. Nyomjad, el fogod kapni. Meg lesz, utolsó előtti kanyar, de meg lesz. Picit bele is szántottam. Na, azért ezt mondanám a lázásnak, hogy 2 másodpercet rányomok egy körön belül. Hát de frissek a gumijait, nyomjad, Dani. Alázd meg. Jó, akkor parancsolj, bazd meg. Alázd meg. Akkor parancsolj, bazd meg. Ez mi volt? Körbe autóztad, ennyi. Ez szép volt, úgy friss gumikkal, le vannak hűlve, nem túl melegedve. És megvan a egy. És Petelcsik Dániel megnyerte a portugál nagy díjat. Hihetetlen, visszahozta az utolsó kanyarba. Megelőzted. És megnyerte a futamot, 25 pontot bezsebelben. Box kiállással, és izgalmak is voltak, előzések voltak, kiesők voltak. Mi az? Egy másodperc türelmet kérek. Biztos, hogy vége a futamnak? Én nem láttam kockázatot. Miért vagy 15. helyen? Igen. Szerintem a Box utca az nem vette le a kört.
Hogy nem vette le a pört. Ugye amit te a boxban vesz kört, az nem érvényesítette, tehát nem valódi kör, levágásnak érzékelte. Nem, furcsa volt, hogy nagyon nagy sebességgel mentél be ott. Nem hülyítette meg a rendszert. Fú. Jó, mindegy, ezt elfogadjuk győzelemnek. De ezzel az a probléma, hogy ha más is benn volt a boxban, akkor ugyanígy neki is vissza kell adnunk. Igen, de ők azért mentek be, mert összetörték a végén, tehát nekik mindenki, tehát Pala például úgy, így is úgyis a mezőny vége felé. Lacinak üzenem, hogy akkor egy írást kaptunk volna itten, hogy megbüntetés. Ja. Tehát írta volna, hogy stop and go penalty, vagy valamilyen fajta bünti. Kettő, nem hinném, hogy ennyire büntettek volna, hogy egy kört levennek. Nem, szerintem itt a pályakészítők a box utcánál elrontották a... Na nézzük, mi történt. Lőrinc és Csicsolin a motorhiba miatt esett ki. Hát azt nem teljesen értem. Inkább baleset. Hát, valami motorgondjuk volt. Baleset volt a Lajos és Marian között, és szintén baleset volt a Demcsájus Zsaboros Gábor közötti dolognál. És én azt mondom, hogy a én, Gyuri, Vizi András, Lang Györgyi négyest átnézzük, hogy hogy tényleg ez az, amire én gondolok, mert hogyha igen, akkor itt jelentősen átalakul a pontverseny, úgyhogy mindenképpen átküldöm ezt a eredményt, ezt a Jackass-nek. A gép szerint Vikidál Gyula nyert, második helyen Vágó István, harmadik helyen Vona Gábor, negyedik helyen Anetka, ötödik helyen Mira, hatodik helyen Molnár Kiki, hetedik helyen te, nyolcadik helyen Győzike, Gyurcsány Ferenc 9, Bartos Csé István 10, Radics Gigi 11, Sándor, Homonyik Sándor 12, Pala 13, Petkó 14, én csak 15, de ez már a körhátrány miatt, Lang Györgyi 16, dupla körhátrány, szerintem kétszeres box miatt, Rózsa Gyuri 17 szintúgy, és Vizi András szintúgy 18. Úgyhogy itt most a Jackass-nek én ezt elküldöm, és megnézzük, hogy akkor mi a végleges, úgyhogy pontverseny, meg ilyesmit azt most nem leszámítsatok, kedves nézők, mert hogy itt most nem a reális pontversenyt írnánk ki. Itt vagy, Jackass? Persze, persze, csak nem tudom, mi lehet. Mi történhetett? Szerintem az, hogy a box utcának a körét azt nem érvényesítette, vagy nem volt benne a körben. Tudod, hogy ugyanúgy, mint a hogy is hívták annak idején azt, amivel így elkezdtem foglalkozni. Ez a Pala például, Pala volt boxba, és mégse járt így. Akkor valahol van valamilyen... Valamilyen érintőt kihagytam, és azért nem számította bele a kört. Mert ugye mindegyik pályának van egy ilyen kis... ezzel szokták ellenőrizni, hogy végigmész a pályán. Tehát egy ilyen ellenőrző, ilyen nem tudom minek szokták hívni. Láthatatlan ilyen ellenőrző vonal, amit át kell lépned ahhoz, hogy, hogy ugye... És nem is kaptam egyébként kreditpontot, megjegyzem. Na, úgyhogy akkor ezt mindenképpen elküldöm a Jackass-nek. És akkor én azt mondom, hogy figyeljétek a híradót, mármint minket, a mi híradónkat, hiszen mondjuk nektek, hogy mikor mi lesz, meg beszélgetünk így a közeljövő történéseiről. Annyi szinte biztos, hogy holnap is találkozhattok velünk, azt még nem tudom milyen adással, de mindenképpen szeretnénk valami adást összehozni. Még akár az is elképzelhető, hogy a fanatikusoknál is lesz valami adás, az majd kiderül. Minden esetre lesz még mindenképpen, mert holnap is szabadnapos vagyok. És az, hogy mikor jön a mini, az pedig igazából Jackass-en múlik. Én azt mondom, hogy be lehetne erőltetni egy szombati versenyt, de délelőttre.
vagy vasárnap, de nagyon későn, ilyen 21 óra legkorábbi kezdés, mert módosítottak nekünk a vasárnapi időponttal, tehát 12-től 20-30-ig vagyok, úgyhogy ott legkorábbi kezdés az 21 óra várható. Úgyhogy majd ez kiderül, én azt gondolom. Jövő héten pedig kedden az már biztos, hogy Trackmania lesz. Bár még Benninvel ezt meg kell beszélnem, mert hogy ő lesz a kommentátor, illetve vele ketten fogjuk leközvetíteni. Visszatér a Smurfs Cup, úgyhogy érdemes lesz figyelni. Egyébként szombaton is lenne közvetítésünk, de nem tudom vállalni operatőri szempontból, mert dolgozom. Úgyhogy igazából ez így a program. Jól van. Úgyhogy akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, kedves nézők, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és akkor holnap találkozunk, én azt gondolom, bevállalunk valamilyen adást. Sziasztok! Köszönöm, Jackass, a kommentálást!